Ma volt a TESZED, a szemétszedési hét egyik csúcspontja. Sok ezer család használta ki a szabadnapot és a jó időt, próbálták összegyűjteni azt a szemetet, amit mások eldobtak az elmúlt hónapokban. Tévék, számítógépek, autoroncsok, cipők, ágyak, ruhák kerültek elő az utak mellől, vagy éppen a bokrok alól. Ami elkeserítő, hogy csak nem egy évtizede van már TESZED, és még mindig van mit gyűjteni, sőt, helyenként több a szemét, mint korábban. Ott a béka. Egy békát találtak ebben a régi alkatrészben az önkéntesek, miközben szedték a szemetet Kaposváron. Sörzsakonok, papírzsebkendő, papírok. A város külterületén Toponáron gyűjtötték a hulladékot, főként fiatalok. Zavar, hogy az emberek nem tudják megállni azt, hogy eldobják. Tehát miközben elviszik magukkal, haza is vihetnék, vagy akár kiránduláson elmennek a hegytetőre, vagy bárhova kirándulni, és viszik magukkal a szemetet, és eldobják ahelyett, hogy hazavinnék. Rozsdás vasdarabok, egykori számítógépházak és elhasznált ponyvák is kerültek a zsákokba. Alapvetően 15 emberre számítottunk, de nagyon örülök neki, hogy én már a 40 főt is meghaladta a csoportlétszám. Ezzel a jó kis közösséggel így nagyon ütemesen és jól tudunk haladni. Több száz zsákot töltöttek meg eldobott tárgyakkal. Ki fogok osztani kesztyűket? Zsákokat és kesztyűket osztottak ki az önkéntesek, és információkkal látták el őket a szemétszedés előtt Zalaegerszegen is. A résztvevők között lelkes környezetvédők és civilek is voltak. Rosszul érint minket az, hogy az emberek elszórják a szemetet, ezért gondoltuk azt, hogy ezekben az akciókban felhívva a figyelmet arra, hogy ne szemeteljünk, illetve hogy tiszta környezetet szeretnénk. Az akciót az erdőkben és hegyhátakon végezték, melyben rengeteg polgárőr is segítkezett. Mindig van ilyen önkéntes szemétszedés, nem mindig a TESZED keretein belül, direkt amiatt, hogy ne csak az értékeinket, mármint a biztonságban lévő értékeinket, hanem a természetet is védjük. Madzagot, palackot és ilyen zsinórokat szedtünk eddig össze. És hol találtad ezeket? Ott a dzsumbolyosokban. A szentlőrinciek egész héten gyűjtötték a szemetet, városszerte mintegy 500 zsáknyi hulladék gyűlt össze. A polgárőrök a Baranyai kisvárosban is aktívan részt vettek az akcióban. A szemétnek elég jelentős része import. Sajnos ide hozzák a városnak különböző területeire, és ott helyezik el. Zala megyében az egész hetes TESZED akció ideje alatt már több tonna hulladékot gyűjtöttek össze az emberek. Szedjétek majd ebbe a kis bicikli utánfutóba bele a szemetet, nem csak a zsákokba. Nyíregyházan a Zöld Kerék Alapítvány önkéntesei tisztították meg a kerékpárutak környezetét, például a Tokaj felé vezető bicikliútnál is gyűjtöttek, és még az árkokat is átnézték. Kerékpáros alapítványként különösen fontos nekünk a kerékpárutaknak a tisztasága, illetve általánosságban a környezetvédelem. A résztvevők mindenkit arra buzdítanak, hogy ne csak ezt az egy napot fordítsák a szemétszedésre. Akik a kerékpárutat használják, azok legalább egy zacskóval menjenek végig, és ha látnak a szemetet, szedjék össze. Mi használjuk, nagyon fontos. A vasárnapig tartó országos hulladékgyűjtő akcióhoz bárki csatlakozhat.